Sziasztok! Két kellemes finomsággal dekorálom ki ezúttal a füzetemet. Az utóbbi fél évben rengeteg gyömbért átittam, de mivel a gyömbér nem elég dekoratív, így a régi módi angolos teázás hangulatát a kedvenc szezongyümölcsömmel kombináltam, és szerintem nagyon klasszul mutatnak egymás mellett. Jó lenne újra divatba hozni a porcelánteás szettek használatát, teljesen más élmény úgy teázni, hogy magadnak öntöd ki a díszes kannából a forró italt, majd leemeled a cukortartó fedelét, és kiveszel néhány kocka cukrot a cukorcsipesszel, majd a kanaladra helyezve lassan beleáztatod a teába, közben pedig nézed, ahogy elszíneződik, és szétválik a cukor. Ezután a tejkiöntőjét nyúlsz, és angolosan ellágyítod a keserű fekete tea ízét. Majd egy jó könyv, vagy pedig egy kellemes személy társaságában elfogyasztod a finom nedűt. Abszolút léleksimogató hatása van, negyed órányi szünet és feltöltődés. Nemrég voltam egy teázóban itt Budapesten, ahol ilyen szedben tálalják fel a teát, igazi csipketerítős, régi, bútoros helyszínen, amitől úgy érzed, mintha visszaugrottál volna 100 évet az időben. Jó tudni, hogy még van rá igény, ugyanis meglepően sokan voltak a teázóban. Időnként majd visszatérek oda rajzolgatni. Az óratonyos rajzom is például ott fejeztem be. Néhányan láthattatok róla már instaposztot. Most kedvem támadt teáscsészéket rajzolgatni. Lehet újra elmegyek és lerajzolom azt a szettet, amiben kihozzák a teámat. Hú, ez nagyon jó ötlet, majd készítek róla képeket. Egyébként lassan egy hete epres rajzokat készítek, megvonhatatlan az új múzsám, főleg akvarell technikával elkészítve. Mindenképp próbáljátok ki ti is, aztán mutassátok meg nekem kérlek az alkotásaitokat. Az eper annyira tökéletes növény, szép a virága, fodros a levele, és persze gyönyörű a termése, kár, hogy nem terem egész évben. A júniusi hónap szép szabályos elrendezése adta az ötletet ehhez a rajzhoz, aminél a teáskannából tea helyett a növény különböző részei hullanak ki két teáscsészébe. Biztos már más is elkészítette ezt, direkt nem néztem utána, mert titkon reménykedem abban, hogy egyelőre csak az én fejemből pattant ki ez az ötlet. Egyébként pont emiatt nem szoktam mások munkáiból inspirálódni, hogy ne befolyásoljon az alkotásban a sok szuper ötlet, ami már megvalósult valaki más által. Thank you.
tervezőt nagyon egyszerűre terveztem, egyetlen dekor elemmel, gyenge pillanatomban véletlenül minimál dizájnt készítettem. Azt hiszem, iszonyat nagy kihívást jelentene számomra a minimál dizájn kialakítása. Egyszer azért majd lehet kipróbálom. Videó ötleteket összegyűjtő oldalon a szimmetriára törekedtem a számok és a rajzok elrendezésében. Úgy éreztem, de kell még kb. 25 deka eper és egy csésze eper. Lássuk, milyen lett a végeredmény. Remélem meghoztam a kedveteket az eper rajzoláshoz, mindenképp színesben is készítsétek el. Mutassátok meg a júniusi tervezőteket a Bullet Journal fanok csoportunkban, és nézzétek meg, miket készítettek a csoporttagok erre a hónapra. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!